Következő témánk a képfeldolgozó eszközök bemutatása és a hozzájuk kapcsolódó fényképészeti alapfogalmak ismertetése. Nézzük. Képbeviteli eszközeink lehetnek kézi vagy handy szkenner, ma már gyakorlatilag egyáltalán nem használatos, síkágyas flatbed szkenner, top szkenner, 3D szkenner, vagy a kamerák. A kamerák csoportjába tartoznak a digitális fényképezőgépek, a webkamerák és a digitális felvevő kamerák. Jelátalakító kódoló eszközök, AD konverterek. Ezeket az eszközöket ma már gyakorlatilag beépítik a beviteli eszközökbe. Tehát minden videó digitalizáló kártya az beépítetten is megtalálható ezekben az eszközökben, de a számítógépes szerkesztésekhez külön is kapható ilyen kártya, amelyeket frame grabbereknek szoktunk nevezni. Képtároló eszközeink a következők lehetnek: Winchester, CD, DVD, illetve egyre elterjedtebbek a memóriakártyák. Foglalkozni fogunk a digitális fényképezőgépekkel, és majd a későbbiekben a szkennerekkel is. A digitális fényképezőgépekről nézzünk meg néhány gondolatot, amelyek gyakorlatilag a digitális videokamerákra is igazak. A digitális kamerák alkatrészei ugyanazok, mint a hagyományos fényképezőgépeké, azzal a különbséggel, hogy a film helyén egy félvezető áramkör, CCD található. Beépített memóriában vagy cserélhető adatkártyán tárolják az információt, amelyet a legtöbb esetben számítógépre nagyon gyorsan át tudunk vinni, illetve hát más eszközökre is át tudjuk vinni az itt tárolt adatokat. És akkor nézzünk fényképészeti alapfogalmakat, amelyek ugyanúgy igazak most is, mint az analóg kamerák és fényképezőgépek esetében. Nyílás vagy apertúra. Az objektív még éles kép alkotásra használható legnagyobb átmérője. Ez az átmérő csökkenthető a fénynek ezt a blende szűkítésével. Megvilágítási idő. Az idő, amely megadja, hogy mennyi ideig áramolhat a fény a CCD-re. A blende méret és a megvilágítási idő párbaállításával határozhatjuk meg a fény mennyiséget. Érzékenység. A CCD minősége szabja meg gyújtótávolság vagy fókusz. Az objektív gyújtótávolsága határozza meg, mely rövidebb, mint az analóg kamerában általában, hiszen a digitális kamerában a CCD mérete jóval kisebb, mint a 35 mm-es filmek esetében volt. Az a távolság, ahonnan tárgyak élesen jelennek meg a képen. A digitális képfeldolgozás segédeszközei közé tartoznak a digitális beviteli eszközök, a digitális fényképezőgép és a szkenner. Ezeknek a működésében nagyon sok hasonlóság van. Ezt is úgy tudom bemutatni, hogy egy prezentáció formájában fogom megmutatni ezeket a hasonlóságokat, és majd mindenki a saját magát a használt eszközön fogja igazából ezeket a funkciókat megismerni. Nézzük akkor. Hát a képek beolvasása legtöbbször valamilyen digitális fényképezőgép segítségével történik, amely lehet egy webkamera, lehet a mobiltelefonra szerelt digitális fényképezőgép, lehet egy digitális kamera, illetve egy digitális videokamera. Sokszor különösen a két utóbbi esetében ma már olyan nagy teljesítményű technikai eszközök léteznek, hogy eléggé elmosódik különbség.
Nézzük a hasonlóságokat ezen eszközök esetében. A tartozékaik. Általában ezek elemről és vagy hálózatról működtethetők. Memóriakártyával rendelkeznek, illetve azzal bővíthetők. Hát egyéb tároló eszközeik is lehetnek, de ezzel egészen biztosan. Különféle adatkábelek kapcsolhatók hozzájuk, és ezek segítségével számítógéphez, televízióhoz és egyéb technikai berendezésekhez kapcsolhatók. Kezelő szoftver telepíthető hozzájuk, amely gyakorlatilag nagyon sok funkcióval, még akár képfeldolgozást végző lehetőségekkel is rendelkezik. Beállításaik. Beállításokban minden ilyen eszköz esetében találkozunk dátum és idő megváltoztathatási lehetőséggel, illetve a kijelzőkön használt nyelv is állítható, az adott szükséges nyelv kiválasztható. Továbbá az üzemmódok. Állókép készítése lehetséges különféle minőségben, vagyis különféle felbontással. Képnézegetésre van lehetőség, törlésre van lehetőség, nyomtatás közvetlenül kezdeményezhető, a dátum és időbe ágyazható a képre, illetve a mozgóképre, tehát lehetőség van mozgókép felvételére, illetve a elkészített videó film megtekintésére, közvetlen áttöltése PC-re, és hát egyéb speciális szolgáltatásokkal is rendelkeznek, például az időzítés funkcióval rendelkeznek, de sok egyéb mással is. A következőkben egy példát fogunk erre megnézni, egy kis digitális fényképezőgép lehetőségeit, néhány funkcióját fogjuk megismerni. A következő témánk a képfeldolgozó eszközök.